ezt a várost el nem hagyod, amíg a kimenőbet aláírva le nem adod. Nincs erre időnk, portás, meg kell találnunk a sötét várat. Eressz át minket, vagy megbaszom a szádat. Hogy beszélsz, te fiú? Én nem vagyok olyan, még hogy én más falluszát szopjam. Hiába ilyen nagy a szád, kimenő nélkül nem lehet kimenni, tudhatnád. Ne buziskodjon már, engedjen ki. Nincs kimenő, nincs kimenés, ennyi. Jaj, írassuk le azt a szart a rákba, majd aztán megyünk a sötét várba. Na ezt aztán jól megszívta a két seg. Alig hogy elindultak, fordulhattak is meg. Az egész várost bejárták, de a nevelőtanárt sehol se találták. Hol az anyjába van már ez az ember? Kész rémálom! Ne fossál! Valahol itt kell lennie! Akkor én ezt most bezárom. Jó ég, mi vagyunk már hülyék, hiszen 3 óra van, ilyenkor ott szokott pocolni a házában. Tanárbá, alá kéne írni, eztetni, mert a buzi portás nem akar kiengedni. Kinyílt az ajtó. Ha-ho. Ahogy távolodtak egyre jobban a bejárattól, furcsa fényt láttak kijönni a szobából. De mi lehetett az? Hát a gépen ment a torrent 1000-rel, méghozzá nem is mobilnettel. Te atya úr isten, ez a patkány lopja a netet. És szedi le vele a borzalmasomnál borzalmasabb pornófilmeket. Mi csak kikefél még? Farbantartás, krémtörténet, úristen, hüvelymatyi. Azt már láttam, nagyon gagyi. De mire kell neki ez a zacskó répa? Felszokta őket dugni? Fá, nem akarom tudni. És még az előzmény listát nem is láttátok? Most hogy tudjátok szörnyű titkomat, nem engedhetlek titeket a királyhoz. Ekkor egy határozott mozdulattal a köpenyét rájuk húzta és eltüntette őket. De hogy hová, azt a jó Isten se tudja! Bassza meg! A picsába! Nézd a jó oldalát, legalább eljutottunk a sötét várba! Vissza kell jutnunk hamar, de a város messze van, szinte fényévekre! Hát ez a buzi méhecske! Megvagy te szemét! Nyomd össze, nehogy megcsipje a heréd! Ne ölj meg, te férfi állat! Hagyd meg az életem, ha megteszed, emberem vagy, és kaja kívánhatsz tőlem 3-at! Ez egy tündér! És azt mondja, kívánhatsz 3-at! Jó volna tudni, mi a rákot kívánjak! Már csak 2 maradt! Mi? Ne! Várjál meg! Kusdagat! Kell nekem egy Xbox One! Na még egyet! Vörös! Csak okosan. És még egy baba szamarat! Hát én faszon szúrom magamat! A tündér ezután eltűnt nyomban. Lali meg csak nézett, nagy bamba feje majd felrobban. Gratulálok, hülye gyerek! 3 kívánságból nem maradt egy se! És mink van? Egy kibaszott Xbox meg egy szaros kecske! Kívánhattad volna, hogy legyen megint net, vagy hogy mocsár tanár úr dögöljön meg! Basztus, tényleg erre nem is gondoltam! Jó, ne nézz így rám, oké, elbasztam. Szánom, bánom, de figyelj, legalább gyorsabban eljutunk a városba szamárháton. Még egy ilyen és a faszomat a szádba mártom. Kis malőröm, ne szegjekedbedet. Gyere, rakd ide a szőrös seggedet. Hogy a szamár a lábát gyorsabban szedje, Vörös egy kis tündérbort is szivatott vele. Dum-dum-dum-dum, bepakolok a táskába. Dum-dum-dum-dum-dum, mire ezek visszaérnek, én már elhúzok a picsába. Iszonyatos sebességgel indultak meg hát a város fele, kisgyöki brubába, így szedte a lábat, mint a fene. Annyira mentek, elütöttek macskát, ő egy gyors hajtásért, még a rendőr is megbüntette őket. Mi van, köcsögök? A napi kvótához mi kellettünk? Amióta itt szivattok, 3 cigi csempész ment el mellettünk.
Öreg barátom, mi áradban erre? Ugye áll még a szombat este? Nem fog menni, király uram. Nem érzem jól magam. Egy időre táppénzre kellene mennem. Csak ne olyan hevesen! Táppénzre megy ilyen hamar? Komoly baja lehet, biztos merevedési zavar. Végre itt vannak! Hurrá! Hurrá! Csak hogy itt vagytok, remélem jó híreket hoztatok! Jónak nem mondanám, ugyanis a szemétláda, aki végig a netünket lopta, ott áll, a bal oldalán! István! Ő biztos nem! Világi barátom, úgy ismerem, mint a tenyerem! Ez az igazság! Egy mocskos pervers bizonyítékunk is van, ami ezt alátámasztott! Elég! Még a saját anyámnak se engedem, hogy Istvánt rágalmazza! Ezzel a mesével nem etettek meg! Ahelyett, hogy már javában ne teszhetne a város, csak hazugságokat hallok! Ezért úgy megkínozlak titeket, hogy beszartok! Ne! Segíts, Lali! Segíts, Lali! Hát ilyen fosul érve véget a kalandunk! Most már csak a csoda segíthet rajtunk! Ahogy a mondás is tartja, ahol a szükség, ott a segítség. Azt a kurva, ez szuper, Jézus! Gyermekeim, most tényleg olyan fontos nektek az a wifi, hogy a barátaitokat is képesek lennétek érte kinyírni. Pedig az életben fontosabb dolog is van, mint a... Nézzétek, online pornó megy mocsártanár úr szobájában. De mit keres a nyomorka abban a lányban? Tudod, amikor egy néni meg egy néni nagyon szeretik egymást, jól összefeküdnek. Ilyenkor az uborkák is előkerülnek. Nem is igaz, ezt csak kitaláltad. Dehogy is, kérdezd meg anyádat. Jó. Szóval így akartál te táppénzre menni, mi? Lenyúltad volna a wifit, minket meg itt hagytál volna a szarban? Azért ez nem teljesen igaz, végül is tényleg merevedési zavarom van. A nevelőtanárt végül száműzték a városból, de előtte 60 botütést kapott betyárkörtésekre. Persze úgy csinált, mint aki nem élvezte. Jaj, de rossz! A városban minden visszatért a régi kerékvágásba. Lakói a képernyőjük előtt ismét belekezdhettek a véget nem érő kockulásba. Fiúk hősiességükért irdatlan mennyiségű dohányt kaptak. Yeah! Tiszteletükre pedig nagy lakomát csaptak. Amit még ma is zabálnak, ha meg nem haltak. És hogy mi a tanulság? Az, hogy nem érdemes annyira rákkattani. Azt hittétek, mi? Ezt jól begyaltátok!